Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban egy kicsit lehet, hogy megkésve, de a Londonban elszabadult lovakról lesz szó, hogy mit is jelent ez a szimbolika, vagy mi az üzenete ennek az eseménynek. Feltételezve én természetesen azt, hogy semmi sem véletlen, ami a világban történik, és különösen egy olyan esemény, ami ilyen nagy népszerűségre tesz szert, ilyen sok emberhez eljut kell, hogy legyen valamilyen üzenete, sőt szerintem üzenetei is számunkra arra nézést, hogy mi az, ami következik, mielőtt nekivágunk ennek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Kezdjük ezzel a hírrel. A Magyar Nemzet számol be erről 2024 04. 24 én dátum maga érdekes, ez a 24 04. 24 mindig van jelentősége azoknak a számoknak, amiket választanak egyébként. Ez 666-ra jön ki, most nem akarok már belemenni, nagyon már régen csináltam ilyet, de gondoltam, felelevenítem mindenki számára, hogy az, amit csinálnak a világ vezetői, az soha nem véletlen. Ez a 24, 04, 24, ez 18, ami 666, 3x6, vagy 6, meg 6, meg 6 ami egy nagyon fontos szám. Az Okultban természetesen jelenések könyvére utal a Fenevad száma, 13-as fejezet jelenések könyve, 18-as vers, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a Fenevad számát, mert emberi számaz és annak száma 666, ezért 2024-04-24 a dátum, ugye 666 itt is a szám, 18-as vers szintén 6, meg 6, meg 6. Nem lehet senki olyan naív, hogy azt gondolja, hogy ez egy véletlen esemény, ki volt ez számolva, van egy üzenete, illetve én úgy hiszem, hogy számos üzenet annak, hogy ezek a lovak elszabadultak. Hogyha jobban megfigyeljük a videón, a tudósításokban, akkor láthatjuk, hogy az egyik ló az egész szügyéig véres volt a teste. Legkevesebb öten megsérültek szerdán Londonban, írja a magyar nemzet, miután a brit katonaság több lova elszabadult, járművekkel is ütköztek, egy taxi ablakát betörték, egy busznak valamint egy másik személyszállító autónak is nekirohantak. Brit lapértesülések szerint a lovakkal gyakorlatot tartottak a reggeli órákban, ekkor szabadultak el az állatok, fel-alá London belvárosában, szemtanúk szerint az egyik legijesztőbb látványt egy szürke ló nyújtotta, melynek szügyét, valamint lábait ellepte a vér. A hadsereg szóvivője délelőtt folyamán közölte, hogy az összes lovat megtalálták és befogták. Ezen a képen látható ez a fehér ló, amelynek az egész szügye tiszta vér, hogy azt akarja mondani nekem valaki, hogy úgy gyakorlat az ott a hadsereg, hogy ezek az állatok ilyenek voltak, vagy megsérült, megsérülhetett éppen, bár kétlem, de azért megmutatom, és látám, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy mondja, mint egy mendörgésnek szavával jöjj és lásd. És látom, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél így volt, és adotték neki korona, és kijött győzve, és hogy győzze. Ez tehát az egyik ló az öt közül, mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második lelkes állat azt mondja, jöjj és lásd és előjött egy másik, egy vörös ló, és aki azon ült, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. A második ló, ez biztos mindenki kitalálta, ez egy vörös ló, és elveszi a békességet a földről, magyarul háborúságot hoz, míg a harmadik pecsét után íme egy fekete ló, és annak, aki azon ül, egy mérleg volt a kezében. A búzának mércéje azt írja egy dénár, ami egy munkás átlagos napi bérének felel meg. A mérce, amiről beszél, az pedig hoinix, és ez egy liter, ami egy ember napi gabona fejadagja. Árpából pedig három mérce, egy dénár. Ezek fogják az emberiségnek egy jelentős részét, negyedét elpusztítani jelenések könyve szerint, ami azt jelenti, hogy ha hihetünk az adatoknak 8 milliárd ember, amit én kétleg, hogy annyi, de tegyük fel 8 milliárd, annak a negyed az nagyjából 2 milliárd ember, és ez csak ez az esemény, ezek után, ez mellett még számos tragédia, illetve kataklizma zajlik majd párhuzamosan, ami ugyancsak pusztítani fogja az emberiséget. Pontosan hol helyezkednek el ezek a világ végéhez képest, az új világrendhez képest, azt most nem engedi meg az idő, hogy elemezzük, de azt mindenkinek meg kell értenie, hogy ami a világban történnek, ezek az események, ezek közül semmi sem véletlen. Ez nem csak egyszerűen random, organikus történetek, amik kibontakoznak, és aztán mi olvassuk az újságban, hogy a hoppá, itt ez történt, ott az történt. Minden irányítva van, az ellenség az, aki a háttérből irányítja az eseményeket, manipulálja az emberiséget, azokon keresztül, akik őt választották, akik őt akaratukból szolgálják tudatosan. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobaba, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.